a Kelemen Kabátban formáció 2011-ben debütált a Nyári Dallam című slágerével. Azóta több hazai klub zenei fesztivál állandó vendégei. Sikerük titka a karakteres dalszövegek mellett a modern, trendi zenei hangzásvilág. A zenekar énekesével, Horváth Boldival beszélgettem. Misi barátommal, aki a rapper a zenekarban, gimibe voltunk osztálytársak, és ott volt egy osztálytársunk, akit Kelemennek hívtak, ő mindig ugyanabban a kabátban volt, télen-nyáron, és egyszerűen csak kimondtuk ezt, hogy Kelemen kabátban, és annyira ilyen érdekes csengése volt, meg zenekaros csengése, hogy elhatároztuk, hogy ezen néven csinálunk egy zenekart. Két szakasza van a zenekarnak. Az első, amikor igazából ismert lett ez a név, az 2011-ben volt. Az még egy ilyen nagyon ironikus, vicces, ilyen humor zenekar. És 2013-ban váltottunk a zenekari felállásra, illetve azóta vannak olyan szerzeményeink, amiben már vannak, azt gondolom, hogy komolyabb, meg érdekesebb tartalmak is. Az emberek azokat a produkciókat szeretik igazán, amik nagyon könnyen elhelyezhetőek, és mi sajnos egy picit összetettebb zenekar vagyunk, nem lehet így egy-két szóban leírni végül is, milyen a stílusunk. A magyar nyelvű popzene, és ezen belül is inkább talán elektronikus zenének mondanám, de ugye ez sem teljesen igaz, mert vannak tök akusztikus hangzású klasszik dalaink, vagy rock dalok. Mi nagyon sok stílusból építkezünk, és ezt mindig is bele fogjuk vinni a zenénkbe. Felvetődik egy név, Humo Daddy. Zeneszerző, DJ, a Kelemen Kabátban formáció zenei producere. A dalokat, azokat majdnem 100%-ban ugye az említett Humo Daddy és én írjuk. Általában én a dalszöveget, ő pedig a zenéjét a daloknak. Amikor megszületik egy ilyen demo, amikor már körülbelül megvan a dal szerkezete, meg a harmónia menetek, meg a dalszöveg, akkor általában elkezdjük próbálni zenekarral. Ott egy csomó minden kiderül, hogy színpadon ez mennyire működik. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy ez este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek! És amikor valamennyire összeállt, akkor pedig elkezdődnek a felvételek és az utómunka. A továbbiakban arról beszélgettünk, milyen impulzusok érték előadóként. Talán a legerősebb hatás az egy rokoni kapcsolatnak is köszönhető. Nekem a keresztapám Török Ádám, a mini zenekarnak a frontembere. Az ilyen klasszikus május elsői Tabán koncerteken azért ott koncertélmények értek. Alapvetően ezek mind fekete gyökerű zenék, mind blues, és ennek különböző ágai. Szerencsére csomó fesztiválon bele tudunk kollégák más zenekaroknak a műsorába is hallgatni. Elég sok impulzusból építkezünk. Beszélgetésünk elején megtudtuk, zenekari felállás 2013-ban alakult. Session zenészekből verbuválódott zenekari tagokról, turnéstábról kérdeztem. A színpadi felállásunk az 6 tagú, egy nagyon klasszikus beat zenei felállás, dob, basszusgitár, gitár, billentyű és két ének. Az elektronikus hangzásokat azokat egy harddiskről, igazából egy laptopról jönnek, meg egy-két vokálsáv, szóval pár kiegészítő hangszín. Dobgépet is használunk színpadon, hogy az a valamennyire az elektronikus karakter is megjelenjen a koncerteken. A színpadon sokkal egységesebb a mi hangzásunk, és inkább egy ilyen klasszikus pop-rock hangzás hallható. Dobosunk a Szabó Tomi, basszusgitárosunk Iszi Miklós, a gitárosunk Gajdacsi Gábor, a billentyűsünk pedig Nagy Robert Robertson. Ők mindannyian sok éve és nagyon sok zenekarban megfordult profi session zenészek, akik most már igazából a zenekar tagokká nőttek fel így a Kelemen Kabátban a kapcsolatban. A teljes stáb áll egy fénytechnikusból, egy hangtechnikusból, egy VJ-ből, aki a háttérvetítést jelenteti, vagy jeleníti meg, vagy kezeli. Van egy turné menedzserünk, aki egyben road is, és van egy sofőrünk. Köszönöm szépen, hogy van még néhány olyan hülye, mint én. Te legyél a zene, leszek én a tánc, hajnali van remény. Thank you.
Ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon és az Instagramon.